2018-ban is nagyszerű évet zártak a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség versenyzői. Sporttörténelmi siker a téli olimpián. Magyar éremeső az egyetemi világbajnokságokon, az európai egyetemi játékokon, valamint a felnőtt világbajnokságokon is. Így tehát idén is teltház volt az év egyetemi sportolója díjátadó gálán. Új helyszínen, a testnevelési egyetem Atén termében és megújult formában, de a korábbi években már megszokott ünnepélyes keretek között adták át november 22-én az év egyetemi sportolója díjakat. Idén közel 100 versenyző vehette át az elismeréseket, akik a felnőtt világbajnokságokon egyetemistaként szereztek aranyérmet, valamint az európai egyetemi játékokon és az egyetemi világbajnokságokon értek el dobogós helyezéseket. A 2018-as évben először szereztek versenyzőink téli olimpián aranyérmet. A pjongcsangi győztes férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó két tagja, Burján Csaba és Knok Viktor is egyetemistaként érte el a sporttörténeti sikert. Csodálatos győzelmük elismeréseként idén ők is átvehették az év egyetemi sportolója díjat. Érdekes érzéség, amikor azt emlegetik, hogy ez mekkora történelmi jelentőségű, mert az első téli hajós Alfréddal húznak párhuzamot. Úgyhogy hát nagy megszeretés, hogy egy ilyen elittárságba kerültünk, és ilyen emberekkel említik egy lapon a nevünket. Mondjuk úgy álmodtunk, hogy esetleg esélyünk lesz ide eljutni, de az, hogy tényleg itt vagyunk, és ezt tényleg elértük, és ez tényleg a miénk, ez nagyon nehéz szavakba önteni és felfogni szerintem. A 2018-as év felnőtt világbajnokságain aranyérmet szerző versenyzők közül Senánszki Petra, a Debreceni Egyetem hallgatója, uszonyos úszásban két számban is győzni tudott. Valamint továbbra is ő az 50 és 100 méteres táv világcsúcs tartója. Az év egyetemi sportolója címek számát tekintve is rekorder, ugyanis megszakítás nélkül immár 5. éve veheti át ezt a rangos kitüntetést. Minden második éve van egyetemi nemzetközi bajnokság is, uszonyos úszásból is, a világbajnokságot követő két napban, ami amúgy elég nehéz, mert ugye a világbajnokság azért eléggé lefárasztja az ember, de utána nagyon nagy örömmel szoktam versenyezni még az egyetemi versenyen is, mert nagyon jó hangulata van egyrésztről, másrésztről oda olyanok is eljönnek, akik mondjuk a világbajnokságon nem tudtak részt venni, és ilyen nagyon jó összetartó, jó hangulatos verseny szokott lenni. Az idei tanévben több mint 4000 hallgató vett részt a 40 sportágban megrendezett magyar egyetemi és főiskolai országos bajnokságokon. Az intézményi pontversenyt a testnevelési egyetem nyerte, megelőzve a kaposvári és az Eszterházy Károly egyetemet. Az abszolút sorrendben is az élen végző TF nevében professzor dr. Bocsai Lajos rektor vette át az első díjat. Az abszolút versenyben a második helyezést a Pécsi Tudományegyetem szerezte meg, míg a harmadik helyezés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem birtokába került. Nagyon örülök ennek, hogy évről évre egyre nagyobb, úgymond a díjazottaknak is a száma, a bekapcsolódó egyetemeknek a száma is, és elkezdtek versengeni egymással, és nagyon nagy rang az, hogyha ott állhatnak a dobogón, és megmutathatják, hogy nekik sportos egyetemük van. És ez a kettős életpálya modell, amit mindig is szerettünk volna, hogy adjunk a kezükbe egy szakmát a sportolóknak. Büszkén mondhassák, hogy sportolóként, egyetemistaként diplomával rendelkezem, és mehetnek arra a pályára, amit mindig is szerettek volna. Idén először adták át az év legsportosabb egyeteme díjat. A Decathlon Magyarország 100 000 forintos támogatását a Pécsi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Egyetem és az Eötvös József Főiskola kapta. A MEFS által szervezett adománygyűjtés eredményeként 250 000 forinttal támogatták a Tégy a Pető Intézet gyermekeiért alapítvány. A Mozdulj rá programban komoly szerepet vállaló Szatmári András világ- és univerziádi bajnok vívó átadott még a kampány zárásaként kisorsolt két személyes utazást a spanyolországi El Clásicóra. A nyertes Tamás Kiara a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója lett, aki Real Madrid szurkolóként boldogan vette át a nyereményt. A díjkiosztó gála végén a meccs elnökét kértük fel egy rövid évértékelésre. Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetségnek az a célja, hogy minél többen sportoljanak, minél nagyobb eredményeket érjenek el. A magyar egyetemi sport sokat fejlődött az elmúlt években, de nagy még a lehetőség.
Szeretnénk azt, hogyha egyetemi hallgatók legalább 60%-a rendszeresen sportolna. Azon a téren akarunk előrelépni, hogy húzza az egyetemistákat az élsportnak a sikere, és utána mindenki igyekezzen követni őket, és szabadidős sporttal egy sportos életmódot élhessen.